Ezek a gyűrű átadás pillanatai. Tardiné Hajósi Margit és Győri Pál aranygyűrűt, Hajdú István, Orosz István, Palicz János és Rácz Imre pedig ezüstgyűrűt és oklevelet vehettek át. Az ipartestület így ismerte el 40, illetve 25 éves munkájukat, amelyet iparosként töltöttek el. Az ünnepségen elhangzott, az iparos társadalom mindig, mindenkorban megtalálta a munkát, becsületükkel és kitartásukkal pedig példaként állhattak a jövő nemzedékei előtt. A mai világban, ha valaki megél a szakmájában 25 vagy 40 évet, az külön díjazni kell. Úgy hiszem, hogy ezek az emberek már bizonyították azt, hogy szakmára termettek, és az, hogy megállnak még a jég hátán is. A mai körülmények meg különösen azt igazolják, hogy a mai világban ezeket az embereket meg kellene becsülni, mert sajnos egyre kevesebben vagyunk. Az iparos szakmában eltöltött esztendők komoly feladatok elé állították a mestereket, akik mindig helytálltak saját szakterületükön. Most nekik köszönték meg a munkára áldozott éveket. Nagyon megköszönöm az ipartestületnek, hogy az embereket 40 év után is megbecsülik, és eddig is megbecsülte bennünket. De most meg nagyon jó eset, hogy ebben a korban már ezt a kitüntetést és megbecsülést kiérdemeljük. Az ünnepségen szó volt arról is, hogy napjainkban egyre kevesebben választanak hivatásul kétkezi munkát, pedig a jó szakemberekre nagy szükség lenne.